bátrak voltak, akik mertek, és ha százszor tudtak bátrak lenni, százszor bátrak és viharvertek. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényszólnak minden születő tavasznak. Valamikor szép tüzes napok voltak, most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. Ilyen nap volt az, melynek fordulója, ibolyáink a szívünkbe szórja. Végre 1848 tavaszán megmozdult Európa. Február 23-án Párizsban, március 11-én Prágában, 13-án Bécsben tört ki a forradalom, mely futó tűzként terjedt Magyarország felé, és amikor Pestre ért, felébresztette a szúnyadó lángot, mely erőt adott hazánknak megbírni háborúját császár és az átkos múlt ellen. 1848. március 15-én reggel, 9 órakor a Pébax kávéházban ülekeztek a márciusi ifjak. Petőfi az elmúlt éjjel megírta költeményét. Talpra magyar, híja haza. Én pedig a pesti 12 pontját a fiatal Magyarországnak. A kérdés csak az volt március 15-ének reggelén, hogy mi történjen a 12 pontos petícióval. Appelláljunk a népre. Ez volt közös megegyezésünk. Vasvári Pál kezében elefántcsont fogancsús botjával olyan hevesen hadonászott, hogy a pálcatör kirepült botjából, és az én falam szegletében állt meg a hegyével. Jó, menj! Előre a vassal! Ezzel a szóval kezdődött meg az örökké emlékezetes 1848. március 15-e, a népszabadságnak, a sajtószabadságnak örökké emlékezetes napja. Fél 10 és 10 óra között csatlakozott az egyetemi ifjúság is. Az orvosok, mérnökök és jogászok. A tömeg, mely egyre nőtt, cselekedni akart. Thank you.
kettő kell nekem. Szabadság, szeretem, ne kettő kell nekem. Szerelmemért feláldozom az életet, szabadságért feláldozom szerelmemet. Szabadság! Föl a szabadság nevében, Pestnek elszánt hívjaim, s lelkesülés szendőhében rohantunk hódítani. S kiállott volna ellen, ezren, s ezren valánk, s minden arcon, minden szemben rettenetes volt alánk. Egy kiáltás, egy megdöngés volt az egyszerek hangja, oda tört a sajtóhoz, és zárját lepattantotta. 10 órakor a Landerer nyomdában ment a forradalmi tömeg, ahol a cenzor engedély nélkül kinyomtatták 12 pontot és a nemzeti dalt. Kelj fölre bágyott kőpárnáiról, beteg, megzsipott gondot. Kiálts fel érzés, mennyögél, elfolytott, vérző szív alatt. Ó, jöjjetek ki láncövet, rabok, lássátok, hogy voltok, dicső napot. S ahonra, mert soká tűnt veletek, derű, igaz, s áldást hozzatok. Azért, hogy a szabadság vérben hordozza zászlaját, azért, hogy szent nevére hálátlan és gazvészmiát. Ne lássam, ó dicső hon, halványan arcodat, vagy drágán megfizessék e halványságodat. Zsírva vagyok, fejlett ragadjatok, hazánkat újra meg kell látni. Drága föld színét, hogy újítsák szerteszét, ártatőknek véres csontjait. A fondor hatalommal rabló zsivány szövetkezett, és a nép szívébe mérget, undokkóhalmányt ültetett. S nap, melyet szabaddá emeltél föl veled, most írtó háborút kezd, ó nemzet, ellened. Zsírra vagyok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell látni. Drága föld színét, borítsák szerteszét, átütöttek véres csontjait. Alattapány sírja, itt minden rök fűszál miénk, egy ezredéves harcban véráldozattal öntözünk. Magyarok lelke állt minden fűszál felett, magyarok lelke karja véd minden porszemet. Zsírka vagyok, fegyvert ragadjatok, hazánkat újra meg kell látni. Drága föld színét, borítsák szerteszét, átütöttek véres csontjait. Isten, világítéljen! A vétettünk is valaha, kínszenvedénk és megadtuk embernek a mi ősi joga. Zászlónkon a szabadság és függetlenség ragyog. Vész és halálra áll, ki ezzel nem fegyvert fog. Hajdan, midőn a hazát veszély fenyegette,
hősapáink véres kardot hordoztak körül az országban. Én, látván a haza jelen veszedelmét, zászlót ragadtam megesküdve, hogy addig nem nyugszom, szegény fejemet nyugalomra nem hajtom, míg a szabadság fiait össze nem gyűjtöm. Nemzetének javára célzott munkáiban. Fölmennénk az ős Budába, fölrepültünk, mint a sasok, terhüntől a Vénhegylába majdnem összeroskodott. A rabbi írót oly örömmel s diadallal hoztuk el, amin őt az öreg hely Mátyás alatt ünnepelt. Miután kiszabadították, örömújongásra vitték végig a városa. Az ellenségé még a hatalom, kicsiny még a mi seregünk, de akik vagyunk, minden szent férfiak. S ha ott a többség, itt az erő, mert a mi fegyverünk élesebb, mert az igazság a mi fegyverünk. Este Katona József Bánkbán című darabját játszották. Szárnya szóge megnyitván a sírokat. Ó nem, népek háborognak. A föld egy nagy óceán, melyet megbántott kedélyek féktelen hatalma hány. Forra nemzetnek harapja, megmozdult a fél világ, mert az életnek szent nyugalmát zsarnokon felforgatták. Földön nincs több igazság, csak népgázoló hatalom. A szabadság mérges gondja. Börtönkívük, irgalom, harci zsákmánya tulajdon, senkinek sajátja nincs. Honfiűségnek jutalma vagy kötél, vagy rabbi nincs. Jobbítorlás címe törvény, rend a zsarnokké neve, ember társadalmi léte életutó rá leve. Ám de megjön majd a hosszú nap, s büntetendő védeket hozván a sanyargatókra, kárhozást, elnézhetett. Kelnek új forradalmak, megkezdendők a csaták, bérencet sok ezer ellen küldve milliók hadát. Megdördül a harci orkán, büszke várak, paloták, tornyok omladoznak össze, s vérbe üszik egy világ. S Isten eljövendő térni népeket, s királyokat, s pillantása borbasultván embergázokot rombolt. És visszaadva millióknak a természet szent jogát, zengeni hallunk földön, égen békehirdető imát. A rabszolga újra nép lesz, élvező törvényeket, és az ember újra ember,
aminek teremtetett. És a szabadság templomában trónt az igazság emel, melyet minden földi félek, minden fűszál. Köszönöm nektek az ünnepség megrendezését, illetve a szereplésedeket. Ne szégyeljék magyarnak lenni. Azt hiszem, azt mondhatom, ilyen március 15-e, ezt köszöntsük tapson. És azt szeretném kérni, hogy most sokan vagyunk itt. Mert most, ha mindenki elmenne ebédelni, lehet, hogy újból március 15-e lenne, de az ebédőben. Ezért kérlek benneteket, hogy először menjenek a 9-esek és a 10-esek. Legyen egy kicsit fordított világ. Kívánok mindenkinek holnap jó pihenést!